elérkezett a várva várt pillanat, és itt van az utánpótlás Európa bajnokság már ezen a hétvégén, és Magyarországon, Debrecenben, a Kiu Hungária Setokai Norbert vezetésével és a Sinkikusi Harcművész Szövetség Szabó Tamás Ján vezetésével együttesen rendezi ezt az Európa bajnokságot. Az utánpótlás ugye azt jelenti, hogy U16-os, U18-as és U20-as korosztály lép küzdőtérre nemzetenként két fővel. Ugye itt nálunk még mindig limitált, tehát minden országból csak a két legjobb jöhet el, és mi, mint rendező ország, egy-egy plusz főt indíthatunk a súlycsoportokban és formagyakorlatban is, ahol ugye egyéni és csapatformagyakorlat is van. Valamint ez alkalommal a felnőtt nőknek van még egy súlycsoport nélküli válogató verseny, ez az utolsó lehetőség nekik, hogy kvalifikálják magukat az októberi világbajnokságra Japánba. Úgyhogy itt jelen pillanatban közel 600 versenyzőről beszélünk, aki indul a versenyen, 20 országról, és hát a stáb, akik velük dolgoznak, ugye bírók, nemzetközi vezetők, ez egy ilyen 900 fő fog itt tevékenykedni a debreceni sportcsarnokban, úgyhogy nagyon várjuk ezt az eseményt, annál fogva is természetesen, hogy a magyar válogatott bőzerővel készült, alapozó táborral, válogatott napokkal együtt, és a válogatott edző kollégákkal mind-mind, és a klubvezetőkkel együtt összefogva azon dolgoztunk, hogy egy minél erősebb és minél nagyobb létszámú nemzeti csapat lépjen itt küzdőtérre.